Sziasztok oroszlánok, köszöntelek a csatornámon Attila Taro. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videómat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen ha feliratkoztatok. Nagyon hálás vagyok érte, annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy a következő 3 hónapban, április, május, június, milyen energiákat várhatsz az élet bármely területén. Megnézzük a kártyák jelentését, a szerelem, kapcsolat, valamint a munka és pénz tekintetében is. De mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De vágjunk is bele, először is megnézzük a segítőállatok szelleme kártyát, ahol neked 3 kártya jött ki. Az egyik a flamingo, ami arról szól, hogy igazán élvezd a változást, a kettő közötti utat. Valamint a fehér holló, ami jelzi azt, hogy bízz a csodában, és a kólyhal, ami arról szól, hogy mindig van elég. Tehát nézzük meg, hogy miről szól ezek a kártyák. A flamingo az arról szól, hogy két világ között vagy, egyik lábbal még a régi világban vagy, a másikkal pedig már az újban. De még nem léptél át az egyikből a másikba. Tehát itt lehet, hogy két kapcsolat között vagy, hogyha párkapcsolatok szempontjából nézzük meg, lehet, hogy két karrier között vagy, ahol igazán még valamennyire benne vagy a régibe, de benne vagy az újba is. Tehát ez lehet, hogy valamilyen változáson mész keresztül, és ez a kártya azt mondja, hogy lehet, hogy ez a változás nem egyszerű, lehet, hogy bizonytalanná tesz az, amit szeretnél elérni, de élvezd ezt a változást, élvezd az utat, mert igazán sokkal könnyebbé fogja tenni az átalakulást, amin átmész. Aztán a fehér holló az arról szól, hogy bíz a csodákban. Tehát ez igazán arról szól, hogy lehet, hogy az univerzum valamit próbál neked elhozni, és lehet, hogy kételkedsz ebben, és nagyon fontos, hogy bízzál abban, hogy valami jó fog bejönni az életedbe, hogy igenis csodák vannak. Aztán a harmadik kártyánk pedig a kólyhal, az általában a bőségről, a gazdagságról szól, amikor igazán nem kell afelől gondolkodnod, hogy pénzügyileg hogyan mennek a dolgok, mert ez jelzi azt, hogy bőség jön el az életedbe, mindent meg tudsz engedni magadnak. Aztán megnézzük a 3 kártyát együtt, igazán azt mondja, hogy egy változáson mész keresztül, élvezd ezt az átalakulást, bízz abban, hogy csodák vannak, mert lesz bőség az életedbe. De nézzük meg, hogy mit mond a taró. A kirakásod középpontjában az érmék 2-es áll. Az érmék 2-es, ami az egyensúlyról szól, tehát valamit próbálsz egyensúlyozni az életedbe. Ez lehet pénzügyek, lehet, hogy oda kell figyelned arra, hogy mire költesz, lehet, hogy a munkádba kell egyensúlyoznod a dolgokat, lehet, hogy nagyon elfoglalt vagy, nagyon sok mindent kell végrehajtanod egyik projektről a másik után, és igazán ez a kártya jelzi azt, hogy nagyon találékony vagy, kevés pénzzel is meg tudod oldani a dolgokat, kevés idővel is végre tudod hajtani a dolgokat. Ez általában jelzi azt, hogy igazán elég könnyedén tudod kezelni a helyzetet, még ha fent és lent vannak a dolgok, egyszer fönt, egyszer lent, mint egy hullámvasút. Ez lehet munka, lehet saját vállalkozás, lehet kapcsolat, tehát itt igazán van valami, amit egyensúlyozni próbálsz, de a végtelen jelzi azt is, hogy végtelen sok lehetőséged van. Aztán nézzük meg, hogy mi az első lapod. Az első lapod az az érmék 9-es. Az érmék 9-es, ami igazán a függetlenség kártyája, a pénzügyi függetlenség. Tehát ez általában ez a lap azt jelzi, hogy valamiért nagyon keményen dolgoztál, nagyon sok energiát fektettél bele, és ez a munka meghozza a gyümölcsét. Nagyon jó jel abban a tekintetben, hogyha a saját vállalkozásodat vezeted, irányítod, mert megadja neked azt a függetlenséget, amire szükséged van, valamint a pénzügyi stabilitást is. De ha alkalmazásban vagy, akkor is jó jel, mert jelzi azt, hogy a kemény munkádat megfizetik, észreveszik és megjutalmazzák. Tehát itt jelentheti azt is, hogy előreléptetnek,
Néhányatoknál az is lehet, hogy akár azon gondolkozol, hogy nyugdíjba vonulj, mert már élvezni akarod az életet. Párkapcsolatok területén jelzi azt, hogy ha egyedül vagy, akkor nem feltétlenül rohansz egy kapcsolatba, hanem élvezed a függetlenségedet, élvezed az új dolgokat, a kalandokat, és igazán nagyon, nagyon megválogatod azt, hogy kivel állsz szóba. Ha pedig kapcsolatban vagy, akkor jelzi, hogy ez a kapcsolat, ez már egy érett kapcsolat, ami túlesett a kezdetleges problémákon, és megadja neked azt a kényelmet, megadja neked azt a szabadságot, amire szükséged van ahhoz, hogy az álmaidat megvalósítsd. Aztán a következő lapunk pedig az akasztott ember, ami jelzi azt, hogy van valami az életedbe, ami megakadt. Nem feltétlenül halad előre. Ez nagyon csatlakozik nekem a flamingó energiájához, amikor igazán egyik lábbal még a múltba, vagy a másikkal pedig a jövőbe. Tehát van valami, ami megakadt az életedbe, ez lehet kapcsolat, karrier, üzlet, bármi. Ez a kártya mindig arra szólít fel, hogy nézd a dolgokat egy más szemszögből, egy más irányból, és ez segít neked abban, hogy megvilágosodj, és tudni fogod, hogy hogyan folytasd az utadat tovább. Néhányatoknál ez a kártya arról is szólhat, hogy igazán van valami, amit fel kell adni az életedbe, fel kell áldozni azért, hogy igazán kimozdulj ebből az energiából. Aztán a következő lapunk pedig az érmék királya, ami egyrészt a bőségnek a királya, tehát ez lehet egy személy, lehet a te energiád, vagy a kártya energiája. Ez a bőségről szól, a hosszú távú stabilitásról, amiért ugyancsak keményen megdolgoztál. Ez jelzi azt, hogy a pénz nem probléma, mindent meg tudsz engedni magadnak. Ez egy kicsit konzervatív energiát hordoz magába, és ez egy olyan szemét is jelenthet, aki nagyon jól bánik a pénzzel, nagyon jó üzleti döntéseket hoz, de általában ez egy kockázatkerülő embert jelent. Kapcsolatok területén pedig általában ez egy nagyon apa figura, szerető figura, aki nagyon sok biztonságot teremt a családnak, mindent megteremt nekik, valamint igazán jelzi egy hosszú távú, stabil, megbízható kapcsolatot. Ha egyedül vagy, akkor lehet egy ilyen jön be az életedbe, vagy pedig ha már meglévő kapcsolatban vagy, akkor jelzi, hogy ez a kapcsolat, ez egy hosszú távú, megbízható kapcsolatot jelent. A következő lapunk pedig a botok lovagja. Tehát a botok lovagja is jelenthet egy szemét, jelenthet a te energiádat. Ez egy kicsit, nem egy kicsit, hanem eléggé ellentétes az érmék királyával, mert ez a lovag, ez szereti az újdonságokat, szereti a kalandokat, szeret innoválni. Tehát, hogyha megnézzük ennek a kártyának a jelentését a munka tekintetében, általában ez egy nagyon energetikus kártya, ami jelzi azt, hogy nagyon produktív vagy. Tehát, hogyha a saját üzletedet próbálod vezetni, vagy ha állást keresel, akkor jelzi azt, hogy sokkal sikerebb leszel, mint gondolnád. Tehát néhányatoknál szerintem ez a saját üzlet, különösen az érmék 9-essel mindenképpen közrejátszik, és jelzi azt, hogy itt valamilyen nagyon sikeres üzletről van szó. Valamint, hogyha kapcsolatok területén nézzük meg, akkor ez egy olyan szemét jelent, aki melegszívű, aki egy kicsit forró fejű, és igazán szereti az újdonságokat, szereti a kalandokat, igazán ez egy nagyon kalandon energiát hordoz magába, lehet, hogy igazán itt két fajta energiát kell egyensúlyoznod, az érmék 2-ese, az egyik ez a kalandor, a másik a megbízható, valamint az egyik a konzervatív, valamint az innováló energia. De nézzük a következő lapunkat, a következő a kiegyenlítődés. A kiegyenlítődés, ami általában jelzi azt, hogy megvan az összes hozzávalód ahhoz, hogy valamit létrehoz, ez általában különösen
azért még kettessel együtt nagyon benne van a keverés, amikor próbálod mindent összekeverni, hogy valamit létrehoz. Tehát a kiegyenlítődés jelzi azt is, hogy türelmesnek kell lenned, nem szabad, hogy siess, egyik lépést kell megtenned a másik után. Néhányatoknál lehet, hogy azt kell kicsit egyensúlyozni, hogy mennyire vagy türelmetlen, és mennyire vagy türelmes. A kiegyenlítődés arról szól, hogy ha türelmes vagy és nem rohansz, akkor valami pozitív dolgot fogsz elérni. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenete, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, de nagyon szívesen olvasom a kommentben azt is, hogy hogyan rezonált ez a kirakás a valósággal. A következő lapunk a szerencsekerék, ami a változásnak a kártyája, a változás, ami pozitív változást jelent. Tehát amikor jóra fordulnak a dolgok, különösképpen ha nehéz dolgokon mentél át, a szerencsekerék az az energia, amikor az univerzum belép, hogy valami jót hozzon az életedbe, tehát azért is jött ki valószínűleg az, hogy bíz a csodákban. A szerencse kerék, amikor, mint mondtam, szerencsésen alakulnak, pozitívan alakulnak a dolgok, ez az energia, amikor a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő emberekkel találkozol. Ez lehet kapcsolat, ez lehet üzleti lehetőség, igazán ez az az energia, amikor minden összejön. Lehet egy új állás, egy új kapcsolat, előreléptetés, de akár új üzleti lehetőség, vagy meglévő kapcsolatnak a szerencsés változása. Néhány esetben, ha egy olyan energiában vagy, ami már nem szolgál téged, ami lehet egy negatív kapcsolat, lehet egy negatív munka, lehet, hogy a szerencsekerék először elmozdítja azt a negativitást az életedből, hogy valami sokkal jobbat hozzon az életedbe. De nézzük a következő lapunkat. A következő lapunk a kelyhek tízes. A kelyhek tízes, ami a boldogság, a tökéletes boldogságnak a kártyája, amikor sok nehézséggel mentél át keresztül, és végre a harmónia, az egyensúly, tehát itt az egyensúly úgy látom, hogy nagyon fontos szerepet kap. Az egyensúly, a boldogság újra belép az életedbe, és az boldogságot választod, még ha nehézsége, néha nehéz az élet, akkor is pozitívan látod a dolgokat. Tehát itt ez jelentheti a holtomiglan-holtodiglan típusú kapcsolatot, jelentheti az igazán a meseszerű végződését valaminek, jelentheti azt az álom lehetőséget, amiről már nagyon régóta vágysz. Mindenképpen jelzi azt, hogy valami pozitívan fog alakulni. Aztán az utolsó kártyánk pedig a nap, ami a legpozitívabb lap az összes a 78 lap közül. Tehát itt, ha megnézed, itt látható az, hogy pozitívan változnak a dolgok, ami nagy-nagy boldogságot fog hozni. Ez igazán bármilyen területen lehet. A nap, a pozitivitás, a boldogság, amikor annak a kártyája, amikor jó dolgok jönnek be az életünkbe. Néhány esetben a nap rávilágíthat arra, hogy hogyan folytasd tovább, tehát itt nagyon-nagyon fontos ez a kapcsolat az akasztott embernél, aki ugye a megvilágosodást keresi, tehát lehet, hogy néhányatoknál bejön ez a megvilágosodás, hogy hogyan folytasd tovább, hogy elérd azt, amit szeretnél. De mindenképpen pozitív ez a végkimenetel ennek a kirakásnak, tehát mindenképpen kért, hogy ez bejöjjön az életedbe. Aztán a pakli alján a kelyhek lovagja van, ami valamilyen romantikus gesztust jelölhet. Tehát itt néhányatoknál lehet, hogy valaki elhív egy randira, szeretne veled járni, szeretne veled összeköltözni, el akarja jegyezni magát, vagy akár házassági ajánlatot is jelenthet. Munkaterületén is jelenthet valamilyen ajánlatot, tehát itt valami nagy-nagy pozitív változás várható számotokra. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.